bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozatfilmjét. Békés alkony. Ez lesz az. Aha, a békés alkonyház. Szép lehet egy ilyen helyen tölteni az életalkonyát. Az életalkonyát? Itt? Hm? Magánpanzió idős embereknek. Aha, van ilyen? Ha az embernek pénze van. Van itt valaki? Egy nagynéni. Déd nagynéni. Várjon meg, kérem. Ki az? Jó napot, Stanc vagyok. Jakob Stanc. Oshaupt asszonnyal szeretnék beszélni. Kivel? Regine Oshaupttal. Itt lakik, nem? Nálunk? Igen, a Békés Alkony nevű magánpanzióban. Egy pillanat. Halló? Igen? Tessék, igen. De hát az előbb már mondtam, Stanc a nevem, Jakob Stanc. És Oshaupt asszonyt keresem. Oshaupt asszonyt? Hiszen hallotta, Oshaupt asszony, az unokaöccse vagyok. Neki nincs unokaöccse. A déd unokaöccse. Én a déd unokaöccse vagyok. Mit akar Oshaupt asszonytól? Szeretnék vele valamit közölni. Szeretném látni, viszont látni. Ez nem lehetséges? Egy pillanat. Egy fiatalember, a déd unokaöccse, azt mondja. Mit jelent ez? Bizonyára egy fivérének vagy nővérének az unokája, gondolom. Igen. Szerinted hogy néz ki? Úgy értem, milyen benyomást tett rád? Azt még nem tudom. Én rám kellemetlen benyomást tett. Én beszélek. Jó, te beszélsz. De én is ott akarok lenni. De csak egyikünk beszél. Ebben már megegyeztünk. Te beszélsz. Jó napot. Jó napot. Helen Schübel vagyok. A tulajdonos? Igen. Ő a nővérem, Margarete. Kérem, jöjjön be. Tessék. Szép ez a ház. Kérem, jöjjön beljebb. Tényleg, az egész nagyon szép. A természet ölén ilyen szép ház, közel az erdő, friss levegő, rögtön észrevenni. Igen, így van. Kérem, jöjjön tovább. Tessék. Oshaupt asszonya maga, hogy is mondta, ki-e? Déd nagynéném. Kér valamit inni? Ha van valami. Mutasd meg Stanzornak, hogy mi van. Igen, természetesen. Parancsoljon. Nem rossz. Tényleg nem rossz. Akkor szívesen innék egy... Mit ajánl? Hadd lepjen meg. Van egy egészen különleges likőr. Erős és zamatos. A testvérem nem szereti, neki más ízlése van. Remélem ért hozzá valamennyire, és tud róla véleményt mondani. A likőrről nem annyira. Én inkább a pálinkát szeretem. Azt, amelyik olyan baromi erős. Régen úgy mondták, hogy kocsis napsz. Akkor ezt a likört nem igen fogja értékelni. Senkit nem akarok megsérteni. Nekem túl kesernyés, ezért nem ízlik. Tudom, Margarete, hogy ezzel bosszantalak, de keserű. Igen, nem találok jobb szót. Keserű. Nem akarok más mondani. Ez egy igen, igen előkelő likőr. Egy kicsit sajátos, de éppen ezért különleges. Nagyon jó. Nekem tetszik, ahogy mondja. Sajátos, és éppen ezért különleges. Mondhatom, nagyszerűen fejezte ki magát. Dohányzik? Egy szivart? Nagyon jó szivarunk van. Tessék. Megpróbálom. Nagyon jó. Tűzet, Margarete. Kérem, üljön le.
Pillanat, először a végét. Ó, erre nem gondoltunk, hogy... Megoldom. Elnézést. Semmi baj. Tényleg első osztályú? Én vettem, mert olyan jól néz ki. Látszik, hogy drága, ugye? Ez jellemző rád. Elnézést. Ne, én megértelek. Ugyan kérlek. Na és most hol a nagynéném? Először valamit tisztáznom kell. Bocsásson meg. De ha jól emlékszem, Oszhaupt asszony nem említett egyetlen rokont sem. Itt az van, hogy... Igen, teljesen egyedülálló. Ezt adta meg? Igen, ezt adta meg. Meg tudom magyarázni, ugyanis a nagynéném és én... Azt mondta, hogy a déd nagynénje. A déd nagynéném. Mi nem tartottunk kapcsolatot egymással. Soha életünkben. Ugyanis a nagyapám nővére semmiféle rokoni kapcsolatot nem ápolt. Aha. Ez a magyarázat, Helene. Nem ápolták a rokoni kapcsolatot. Tehát, amikor azt mondta, hogy egyedülálló, akkor úgy volt, ahogy mondta. Miért akar most hirtelen a déd nagynényével beszélni? Meg kell mondanom, mielőtt audienciát kapok? Margarete, hagyd abba! Audiencia, ez jó! Hát, majdnem arról van szó. Egyébként egy felettébb örvendetes dolgot kell közölnem vele. Na, efelől kétségeim vannak. Örökölt? Na most néznek, ugye? Örökölt? Hogy örökölhet, akinek nincsenek rokonai? Ez egy egész ritka történet. Évekkel ezelőtt, azaz 40 éve, egy hegedűművész tanulmányait finanszírozta. A hegedűművész híres lett, és pénzhez jutott. És most a végrendeletében az egykori jótevőjére is gondolt. Hegedűművész? Szerepel az anyagában egy hegedűművész? Nem. Pedig így van, ahogy mondom. Egy ügyvédtől tudom, aki nálam érdeklődött a déd nagynéném iránt. Egy ügyvéd érdeklődött Oszhaupt asszonyról? Miért ismétli állandóan, amit mondok? Még nem jelentkezett? Nem, itt nem. Nálad? Nem. Egy ügyvéd? Nálam nem. Tehát nem volt ügyvéd? Nem. Tudnának végre a nagynénémnek szólni? Végtére is miatta jöttem ide, hiszen öreg, mint az országút. Bocsánat. Most hány éves? 82. 82. Nézzék, amit ő ma örököl, az holnap az enyém. Tehát, hol van? Igen. Szóval, először is, ő nincs itt a házban. Mi? Nincs a házban? Nincs. Van egy másik házunk. Weilheim közelében. A Doderhaus. Tudja, némely lakónk jobban szereti azt a házat. A nyugalom miatt. Tehát nincs is itt? Nincs. Különben is nehéz lenne vele beszélni. Nehéz? Igen, mert lehet, hogy elzárkozna attól, hogy magával beszél. Hogyhogy? Mert az idős emberek, úgy értem a vendégeink, nyugalmat akarnak. Amire mi tekintettel vagyunk. Úgyhogy Oszhaupt asszonyt először meg kell kérdeznünk, hogy akar-e egyáltalán magával beszélni. Szóval se jutok. Lehet, hogy talán nem is akar velem beszélni. Igen. Nagyon valószínűnek tartom. Tudja, Oszhaupt asszony eléggé különös. Most már teljesen elvonult a világtól. Margarete! A legjobb, ha megadja nekünk a címét, és majd megmondjuk, mi van. Na jó, adná egy cédulát, hogy felírjam a címemet? Nem lehetne most megpróbálni? Hol is van, mit mondott? Nekem nem áll semmiből oda menni. Weilheim, azt mondta? Igen, azt mondtam. Doderhaus. Nem fogja őt megtalálni. Mit csináljunk most? Egyszerűen azt mondjuk, hogy nem akarja látni.
Nem hallottad? Azt mondta, egy ügyvéd fog jönni. El is felejtettem. Egy ügyvéd. Adj egy likört. Bajban vagyunk. Fel kell hívnunk Alfonst. Tudsz más megoldást? Fogalma sincs. Nem ismer olyat, hogy Doderhaus. Nézze, már egy órája furikázunk Weilheimben, és nem találjuk. Persze nekem mindegy. Láttam, ennyit mutat a taxi óra? 85 márkát láttam. Menjünk el a rendőrségre. Valaki csak tudja, hol van ez a Doderhaus. Tudja, mit mondtak? Nincsen Doderhaus. És most? Egy telefonfülkéhez. Lehet, hogy az égszer... Nem. Azt nem hiszem. Igen, tessék. Á, maga az Stánc úr. Mit mond? Ja, hogy a Doderhaust nem találta meg. Most figyeljen ide jól. Ez a Doderhaus nem létezik. Egy órája utazgatok itt a környéken. Kérdezgetem az embereket. A rendőrséget is. Igen, a rendőrséget is. A Doderhaus ismeretlen. Most magát kérdezem. Hol van Oszhaupt asszony? Én... kérem... igen, egy pillanat. Átadom a telefont. Halló. Ki maga? Ki beszél? Az nem érdekes. Szeretnék magával találkozni még ma este, ha ráér. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, legalábbis most nem. Hallotta, találkozni akarok magával. Jó. Este 7-kor. Hol van az? Igen, jó, de hogy ismerem meg? Kinél jelentkezzek? Vendéglősnél? Mit mondjak neki? Jó, de minden esetre az egészet nagyon furcsának találom. Készen vagy, Harry? Pillanat, Stefán, most jött egy jelentés. Igen, de mi ez? Közlekedési baleset, vagy... direkt neki hajtott, azt mondják. Úgy nézett ki, mintha szándékosan el akarta volna ütni. A tanúk állítják? Szóval gyilkosság? Igen, és hol van ez? Jó, azt ismerem. Igen, ahogy mondtam, az illető át akart jönni. Onnan, pontosan onnan, így, keresztül az úton, és abban a pillanatban elindult egy autó. Amelyik ott parkolt? Ott hátra parkolt, és elindult, reflektor nélkül, és hirtelen olyan erővel, hogy a kerekei csíkot húztak az úton, úgy pörögtek, és elütötte ezt az ember frontálisan, és egyszerűen elsodorta. Milyen kocsi volt? Márka, modell, szín, esetleg a rendszámot is tudja? Nem, a lámpája sem égett. Igen. És úgy indult el, mintha megcélozta volna azt az ember. Na jó, majd mindezt papírra vetjük. Harry, ki a... Stánc, Jakob Stánc. Szóval egy VW volt. Azt hiszem VW, egy VW Golf. A színe pedig barna, de az is lehet, hogy szürke volt. Úgy látta, hogy egy férfi ült a volánnál? Igen. Egy férfi. Biztos benne? Nézze, nem volt elég világos, és olyan őrült sebességgel hajtott, hogy szinte csak elsuhant. Üljünk le ide, jó? Szóval, mi a helyzet? Egy Audi lehetett, piros. Elindult a parkolóból, fényszóró nélkül.
Na, ez remek. Az a tanú mindenféle színről beszél, csak piroskor nem. Nyombiztosítást végeztünk. Laknyomok, fémdarabok és üvegszilánkok a fényszóróból. A halott ruháját még átvizsgálják. Akkor pontosan tudni fogjuk a kocsi színét. Az a kérdés, hogy szándékosan gázolták el. Efelől szinte biztos vagyok. Miért? Az eddigi nyomozások és tanúvallomások alapján nagyon úgy néz ki. Egyszerűen nincs más magyarázat. Jakob Stánc, 32 éves. Különös ismertetőjére nincs, köszönöm. Látta már ezt az embert? Volt esetleg vendégként maguknál? Nem, még soha nem volt itt. Általában emlékszem az arcokra. Ezt nem ismerem. A neve Stánc. Stánc? Igen, hallotta már ezt a nevet? Én... Igen. Na igen, hallotta ezt a nevet. Ma este... Valaki felhívott, azt mondta, találkozót beszélt meg egy bizonyos tánccal. Az az ember nálam fog jelentkezni. És kérje meg, hogy várjon egy kicsit. Mikor volt ez? Fél hétkor. A halott odakint az... az a bizonyos stánc? Ki telefonált? Megmondta a nevét? Nem. Esetleg ismerte a hangját? Hogy ismertem? Nem ismertem. Egészen biztos? Szokás szerint egy ismeretlen telefonáló, ha megkéri, hogy valakinek adjon át egy üzenetet, azt megmondja a nevét. Talán azért nem mondta, mert gondolta, úgy is ismeri. Nem, szóval én nem ismertem meg a hangját. Talán nem eléggé ismerte. Nem, szóval én sajnálom. A vendéglős felismerte a hangot, egész biztos vagyok. Csak valamilyen okból nem mondja meg. Talán egy törzs vendége, az lehetséges, nem? Igen, az lehetséges. Itt van, ez lesz. Itt lakik Stánc, illetve lakott. Csak nincs szabad parkoló. Igen. Köszönjük. Stánc úr? Jó estét. Maga kicsoda? Bűnügyi rendőrség. Bűnügyi rendőrség? Maga itt lakik? Igen. Mi történt? Igen. Stánc úr meghalt. Meghalt? Elgázolták. Baleset? Azt még sajnos nem tudjuk. De az ég szerelmére. Jöjjön be egy pillanatra. Köszönjük, már elmehet. Ő Klein felügyelő. Jó estét. Hogy történt? Nos, mennyire ismeri Stánc urat? A szomszédok vagyunk, évek óta. Úgy ismerjük egymást, mint a szomszédok. A férjemmel néha kártyáznak. Én segítek neki bevásárolni. Egyedül él. Aha, értem. Látta őt ma este? Igen, még bekopogott hozzánk. Azt mondta, elmegy a Traube vendéglőbe. Traube? Mert ott valakivel találkozik. Ismeri a vendéglőt? Nem. Tudja, kivel akart ott találkozni? Igen, egy úrral, akit nem ismer. Elég különös. Miért volt különös? A vendéglősnél kellett jelentkeznie. A vendéglősnél? Igen, hogy ő Stánc, és hogy itt várják. Stánc úr nem mondta, hogy ezen a találkozón miről lesz szó? Nem, azt nem mondta. Ott gázolták el? Igen, a vendéglőnél, még mielőtt odaért. Egy kocsi, amelyik ott parkolt, hirtelen kivágott és elgázolta. Szent Isten! Pedig olyan boldog volt. Remélte, hogy egy kicsit jobban fog menni neki. Eddig rosszul ment? Elvesztette az állását. Tegnap azt mesélte, hogy egy örökségre van kilátása. A nagynénje vagy déd nagynénje. Minden esetre egy távoli rokon, aki nagyon öreg és egyedülálló. Ennek a találkozónak, amire készült, lehetett valami köze az örökséghez? Azt nem tudom. Nagyon jó hangulatban volt, és... Várjon csak, hogy mondta. Sejtek valamit. Ja, szimatolok valamit. Az örökséget illetően? Nem, én azt hiszem inkább a találkozással kapcsolatban. Nos, Harry,
Körül kell néznünk. A papírjai között talán kiderül, kivel volt rokonságban. Lehet, hogy arra is találunk utalást, hogy kivel találkozott volna. Hoztam egy kis harapnivalót, bizonyára éhesek. Igazán kedves. A szomszédját is így kényeztette? Mm. Ő gondoskodott magáról. Köszönöm. Nem volt egy elveszett ember. Rendetlen, az igen. Találtok valamit? Nem, eddig még nem. Egy pillanat, itt van valami. Egy cédula. Úgy néz ki, mint egy feljegyzés, amit telefonáláskor készít az ember. Egy név lehet. Mi ez itt? Oszaut. Oszaut? Igen, már emlékszem, a nagynénit, vagy Déd nagynénit hívták így. És ez itt? Ha jól látom, Békés Alkonyház. Nem, ez nem mond nekem semmit. Még egy szendvicset? Egy kis rendet kéne csinálni. És hogyan tovább? Na igen, elmegyünk a vendéglőbe. Kifaggatni a vendéglőst? Mm. Biztos tud valamit. Nekem is az a véleményem. Akkor viszontlátásra, köszönjük a segítséget. Valaki kopogott. Nem kell kinyitni, majd elmennek. Mit akarnak még? Még mindig a haláleset ügyében, ami itt történt önök előtt. De én nem tudok segíteni. Látják, hogy zárva vagyunk. Csak egy pár kérdés. Tudja, az eset újabb fordulatot vett. Erősödött a gyanú, hogy nem közlekedési balesetről van szó, hanem gyilkosságról. Hogy jut eszükbe? Hogy? Hiszen ez teljesen abszurd. Azt mondja, gyilkosság? Valaki hirtelen elindult, mint egy őrült? Lámpa nélkül? Lehet, hogy részeg volt, vagy... Egyszerűen nem figyelt. Miért lett volna gyilkosság? A feleségem... Ő ugyanúgy meg volt rémülve, mint én, hiszen... Nem fordul elő minden nap, hogy egy... Halott fekszik az ajtó előtt. Szóval... Stanc úr kivel akart találkozni? Ezt már megmondtam magának, nem tudom. A telefonáló, aki megkérte, mondja meg Stancnak, hogy később jön. Ki volt? Muszáj ezt még egyszer elmondanom. Nem tudom. Maga tudja, ki volt? Ő? Neki fogalma sincs. A telefont én vettem fel. A feleségem nem is tud róla. Vele nem is beszéltem erről. Jó, akkor magyarázza meg, hogy az illető miért nem jött el. Ide kellett volna jönnie. Arról volt szó, nem? Nem. Éppen ettől lett gyanús. Egyáltalán nem. Miért olyan biztos benne? Tehát a vendéglős tud valamit, ezt egy percig se kétlem. Aha. Meglehetősen ideges volt a felesége is. Békés Alkony. Békés Alkonyház. Mi lehet ez? Hm. Nyugdíjas otthonnak hangzik, nem? Uh-huh. Áhá. Tehát így néz ki egy nyugdíjas otthon. Inkább üdülőnek tűnik. Igen. Könnyen lehetne az is. Mi lehetne? Úgy értem, öregkorában az ember üdülésre vágyik. Aha. Tessék, ki az? A nevem Derrick. Oszhaupt asszonnyal szeretnék beszélni. Oszhaupt asszonyja? Igen, nem itt él? Pillanat türelmet. Derrick úr, ön ügyvéd? Nem, a bűnügyi rendőrségtől vagyok. Halló! Tessék, jöjjön be. Köszönöm. Thank you.
milyennek találod őket? Milyennek találnám? Még nem tudom megmondani. Rám minden esetre kellemetlen benyomás lesz. Kérlek, ne veszítsd el a fejedet. Tessék, jöjjenek be. Bűnügyi rendőrség azt mondta? Igen. Aggodalmat keltenek bennünk? Jó napot. Ez nem állt szándékunkban. Ön a tulajdonosa ennek a háznak? Igen. Helene Schubert vagyok. Ő a testvérem Margarete. Jó napot. Igen. Nagyon szép ez a ház. Igen. Csak ugyan. Ez a szülői házunk. Végül is túl nagynak bizonyult kettőnknek, ezért arra gondoltunk, hogy átalakítjuk panzióvá idős emberek számára. Így értelmet nyert ez a ház. Mi pedig kellemes társaságra tettünk szert. Csak olyan vendégeket veszünk fel, akik szimpatikusak nekünk. Na igen, ez érthető. Hány vendégük van? Hogy nevezik őket? Igen, nyugodtan mondhat vendégeket. Ők mind kedves vendégek számunkra. Jelenleg hatan vannak. Nem, öten. Miért mondok a hatot? Öten vannak. Ja, és köztük van Oszhaupt. Igen, Regina Oszhaupt. Szeretnék vele beszélni, lehetséges? Megmondaná, hogy miről van szó? Nos, hát, ugyanis szeretnénk a kellemetlenségeket távol tartani tőle. Ezt meg tudom érteni. Ugyan kérem, a... jól van, tessék. Köszönjük. Valakit be kell mutatnom önöknek. Az urak a... Kérem, ne tegye. Inkább megpróbálnánk kitalálni kicsodák. Igen. Ez nagyon jó ötlet. Na de, bocsássanak meg... Ne roncsa el az örömünket. Elnézést, uraim, de ez a féle játék egy... Egy társas játék. Ezt akartam mondani. Tudom, hogy mit akartál mondani. De kérem, uraim, hölgyeim... Mivel olyan hivatalosan néznek ki... De az urak egyáltalán nem néznek ki hivatalosan. Nem tudom, hogy hivatalosnak mondják-e, de... Szerintem képviselnek valamit. Lehet, hogy egy cégtől vannak. De hallgassanak ide. Szóval ismétlem, hatóság. Egy hatóságtól vannak. Hogy mondhat ilyet? Az urak nem lehetnek hatóságtól. Mert látszik rajtuk, hogy van humoruk. Egy hatóságnál nincs humor. Legalábbis ritkán. Maga mit mond Oszhaupt asszony? Én nem tudom, kik az urak. Engedjük, hogy megmondják. Az urak a rendőrségtől vannak. És önhöz jöttek, Oszhaupt asszony. Hozzám? Igen, ha jól értettem, kérdéseik vannak önhöz. Hozzám? Kérdések? A rendőrség? Mit követett el, tisztelt Oszhaupt asszony, hogy a rendőrség két embert küld? Tudtom ma semmit. Ennek következtében kíváncsivá tesznek. Szeretnék önnel egyedül beszélni. Ahogy, szóval menjünk ki. Nézze, uram, hogy szólítsam? Én egy egyszerű bűnügyi nyomozó vagyok. Ó, ez tiszteletet követel, de itt olyan emberekkel van dolga, akik egymással baráti viszonyban vannak. És ez ritka. De mi itt jóban vagyunk. Na, semmi egyetértés? De, ez így igaz. Amit nem kell kimondani, de... De magától értetődik. Kérem, menjenek ki addig a kertbe. Nem lenne ellene kifogása, ha én maradnék, Oszhaupt asszony? Nem. Jöjjön, kérem. Tehát miről van szó? Van egy unoka, vagy dédunoka öccse, úgy hívják? Róla beszélnek. Ez a Stanc... Jakobnak hívják, azt hiszem. Én több mint 20 éve nem hallottam róla, és most is csak másodszor hallok. Másodszor? Igen. Ő volt itt, úgy hallom, tegnap járt itt. Sajnos nem tudtam vele találkozni, mert elutaztam. Tegnap itt volt? Igen, tegnap dél körül. Mondtam neki, hogy Oszhaupt asszony nincs a házban. Mit akar Stanc úr? Felfrissíteni a kapcsolatot a déd nagynénjével. Megtudta, hogy örökölt. Maga örökölt? Úgy látszik. Igen.
Tényleg jött ma reggel egy levél egy ügyvédtől, egy hegedű virtuóz, aki nemrég New Yorkban hunyt el. 100 000 dollárt hagyott Oszhaupt asszonyra. Magam is meg voltam lepve, de örültem. Szabad kérdezni, hogy miért gondoltak önre ebben a végrendeletben? Istenem, ez egy régi történet, több mint 40 évvel ezelőtti. Magam is nehezen tudom visszaidézni. Tudják, Oszhaupt asszony szereti a zenét, és... Igen. Hadd meséljem el én. Jó. 40 évvel ezelőtt támogatta egy diák zenei tanulmányait, fizette a költségeket, mert tehetségesnek találta. Aztán sikeres lett, és ezzel meghálálta. De azért a pénzt el kell fogadni. Ne legyenek aggályai, kedvesem. Ugyan mit számít a pénz? Elfogadjuk a pénzt, mert hasznát vehetjük, igen. Ha pénzről van szó, nem szabad hagyni, hogy az érzelmek befolyásoljanak. Jól van, kedvesem. Nos, mi azért jöttünk, hogy elmondjuk, a dédunoköccse meghalt. Mi? Hogy? Meghalt? Az, aki engem tegnap felkeresett? Igen. Elgázolták egy vendéglő előtt a belvárosban. Meghalt? Igen. Azonnal meghalt. Megdöbbentő. 20 év után végre hallok egy rokonomról, és elveszítem. Egy nappal később. Ez szomorú. Úgy örülök, hogy újra itt lehetek. Örülsz? Ó, tegezhetlek még? Persze, ez természetes. Nagyon megváltoztál 3 év alatt. Felnőtt lettél. Remélem, de az nem ok rá, hogy köztünk bármi megváltozzon. Hát, ezt jó hallani. Tessék, én vagyok az, és Annabel. Annabel? Már most? Alfonz, ez most nem alkalmas. Látogatóink vannak mindegy, pillanat. Mi van vele? Nem tudom. Talán a hátsó bejárathoz kellene menni. Gyertek be gyorsan! Margarita, ki van itt? Már csak az maradt hátra, hogy elnézést kérünk a zavarásért. Ugyan kérem. Sajnálom, hogy nem segíthettem kideríteni ezt a szerencsétlen esetet. Ez a rokon, még egyszer hangsúlyozom, távoli rokon volt, ugyebár. És kérem, nézzék el nekem, ha nem érzek mély megrendülést. Ugye nem baj? Nem. Milyen jól nézel, angyalom. De örülök. Egy fiatal hölgy, akinek kezet kell csókolni. Ugyan. Számomra az, aki volt, egy gyerek. A mi gyerekünk. Ezért megcsókolom. Ez ellen senkinek nem lehet. Gyorsan el innen. Fogd a bőröndöt, és menj fel. Rendesek. De az ég szerelmére miért nem... Jó lenne, ha játszanak. Hát, fog. Légy. Komolyan, már alig várjuk mindannyian, de... Itt Schönerer kisasszony, a ház egy korábbi lakójának unokája. Örvendek. Jó napot. Helen néni. Szervusz, drágám, Isten hozott. Na, menjetek föl. Margaréta, mutasd meg a szobáját. Tudod, melyik az? A régi szobád. Elnézést. Mit parancsol? Szabad kérdeznem, ki maga? Ő az unokaöcsém Ullmann úr, festőművész. Segít nekünk, amikor szükségünk van rá. Igen, így van. Elhoztam Schönerer kisasszonyt a pályaudvarról. Hamburgból jött, ő ott... Ez most tényleg nem fontos. Menjetek fel a bőröndel. Én addig kikísérem az urakat. Ó, drágám. Jó napot. Ragyogóan néz ki, mint mindig. De valakit hiányolok. Oszhaupt asszony hol van? Mire gondolsz?
Nem tudok eligazodni Oszhaupt asszonyon. Egy vonzó nő. Igen, az. Valaha nagyon szép lehetett. Igen. Az még ma is látszik. De nekem az volt a benyomásom, mintha egész idő alatt szerepet játszott volna. Igen, igen. Az egész olyan volt, mint egy nagy jelenet, amit őszintén élvez. Igen, erre gondolok. Még mindig látom magam előtt. Van ebben az asszonyban valami, amit nem tudok megmagyarázni. Az egész stílusa, ahogy viselkedik, ahogy beszél. Talán az időskorral együtt jár. Vagy újra gyerekessé válnak, vagy bölcsek lesznek. Megfontoltak. Megfontoltak? Igen. Minden esetre úgy tett, mintha mindig mindent jobban tudna, mint mások. Elmegyünk egy sört inni? Miért pont sört? Megmondták, hogy miért vannak itt? Nem, azt nem mondták. Hadd csak majd egy kivisza. Két merlőt kérek. Túlságosan nem örülnek nekünk. Köszönjük szépen. Na, kipihenték már a sokkot? Valamelyest. Számolnunk kellett azzal, hogy a forgalom csökkenni fog. Haláleset pont a vendéglő előtt. Amiatt ne aggódjon, a halottakat gyorsan elfelejtik. Eleinte voltak nehézségek, de közben már javult a helyzet. Bizonyára vannak törzsvendégek. Igen, akadnak. Na igen, a törzsvendégek adják a gerincét egy vendéglőnek. Igen, igen. Az a fiatal ember szintén az egyik törzsvendégük? Hogy? Ja, ott, igen, jön többször. Megkérni az urat, hogy jöjjön az asztalunkhoz? Jó. Ahogy gondolják. Rendben. Ez érdekes, nem? Aha. Bizonyára jó törzs vendég lehet. Jó estét. Most látom, hogy maguk az a két rendőrtiszt, akik ma délután a nagy igen, nagy igaz, leülne egy percre? Hát, nincs sok időm, de egy percre szívesen. Ez a törzs vendéglője? A törzs vendéglő azért túlzás. Gyakran járok ide, itt lakom a közelben. Nem kint lakik a nagynénjénél? Nem, nem, Isten ments. Isten ments? Miért? Nagyon szép ott. Igen, hogy ne. Van egy csomó öreg ember, akik mind olyan... Mire gondol? Egy kicsit bogarasak. Hogy bogarasak? Hát, nem egészen normálisak. Ismeri Oszhaupt asszonyt? Oszhaupt? Igen. Igen, természetesen. Egy nagyon kellemes öreg hölgy. Ismeri a dédunoka öcsét, Stant úrat? Sose láttam. De hallott róla már? Igen, természetesen hallottam. Azt is tudom, hogy tegnap este itt elütötték. Maga beszélt meg találkozót vele? Én? Hogy jut eszébe? Elmondom magának. Stanc úr megpróbált a déd nagynényével beszélni, de nem sikerült. És tudjuk, hogy azután megbeszélt egy találkozót itt egy férfival, feltehetőleg a nagynényét és az örökséget illetően. Arról, hogy Oszhaupt asszony örökölt, maga is hallott, ugye? Igen, hallottam róla. És örülök a szerencséjének. Miért mosolyog? Hát az ő korában örökölni. Sokat nem tud vele kezdeni. Az biztos, hogy nem. Tehát feltételezzük, hogy Stanc ezzel az örökséggel kapcsolatban megbeszélt egy találkozót, mégpedig egy férfival. És az egyetlen férfi, aki Stanccal kapcsolatba hozható, az maga. Én? Igen, maga. Ez a törzs vendéglője, nem? Tehát a kérdésem, maga beszélt meg Stanccal találkozót? Nem. Nem. Mondtam már, hogy azt az embert nem ismertem. Persze, hogy nem. Azért akart vele itt találkozni, hogy megismerje. Maguk csőbe akarnak engem húzni. Milyen kocsija van? VW Golf? Nem, egy Audi. Be van horpadva a sárvédője. Igen. Mert a garázsban nekimentem egy szerszámos ládának.
Ez egy évvel ezelőtt volt. Eredménytelen volt, ugye? Az akció kipukkadt, lehet így mondani? Jó, rendben, menjen vissza, a barátja Stenger már várja. Barátom, honnan veszi? Nekem ő nem a barátom. Csak egy bort szerettem volna inni. Mondtam, menjen Köszönöm. Be. Szóval nem ez volt? Nem. De biztos vagyok benne, hogy ő volt az, aki Stanccal találkozni akart. A vendéglős tudja, de nem mond semmit. A kérdés, hogy miért? Kérem, jöjjenek be. Már megint itt vannak. Most mit csináljunk? Megkérdezted, hogy mit akarnak? Persze, hogy megkérdeztem, de nem válaszoltak. Csak azt mondták, hogy engedjen be őket. No, nem kellett volna. De milyen indokkal? Oh. Annyira félek. Neked arra abszolút semmi okod. Te nem beszélsz. Maradj a szobádban, idd a likőrödet. És bízd rám, én elintézem. Tessék. Köszönjük, jó Üdvözlöm. Napot. Jó napot. Köszönöm. Ki hegedül ilyen gyönyörűen? Ő Annabel. Ez tényleg szenzációs. Igen. Ő virtuóz. Holnap este Münchenben koncertet ad. Ez az első igazi nagy koncertje. Azután, hogy elvégezte a konzervatóriumot Hamburgban. A nagy támogatója Oszhaupt asszony. Ismét Oszhaupt asszony? Igen, ő élet céljának tekinti, hogy fiatal zenei tehetségeket támogat. Tehát most Schröder kisasszonyt. Igen. Tehát, uraim, mit akarnak? Annabel gyakorol a koncertre, és mi szeretnénk hallgatni. Nem szabad őt zavarnunk. Igen, értem. Szeretnénk körülnézni a garázsukban. A mi garázsunkban? Igen, érdekelne minket, hogy milyen autókat használnak. Hát, kérlek, Margaréta, add oda az uraknak a garázskulcsot. A garázs nincs bezárva. Köszönjük. Mit szólsz? Milyen márka lehet? Ez... Daimler. Ilyet a 20-as években gyártottak. Igazi álomautó, ha? Hogy került ez ide? Egy monogram. R.O. Regina Oszhaupt. Már megint. A hölgynek fontos szerepe van itt. Uh-huh. Kell itt lennie egy másik helyiségnek is, ahol kocsit tárolnak. Itt nem fogunk autót találni. Alaposan be van zárva ez a sufni, igaz? Hmm. Látsz valamit? Igen. Azt, hogy tiszta üres. Te üres? Van egy feszület a falon. Más semmi? Nincs semmi. Teljesen üres. Belakatulnak egy üres sufnit. Thank you.
Befejezték a kutakodást? Igen, köszönjük szépen. Hű, a 700-at tényleg kitűnően játszik. Igen, ugye? Meghallgathatnák a koncertet holnap este. Mondd azt, hogy nem szereted a zenét. Igen, persze. Engem zavar, hogy nem lehet közben fölállni. Túl sokáig. Ki tudja, meddig tart. Hogy maguk itt? Díszvendégként. Na igen, miért is ne? Kitől kapták a jegyet? Csak nem Oszhaut asszonytól. Nem, a nagynényétől. A nagynéném ötlete volt, hát persze. Vannak rokonaik? Igen, nekem vannak. Miért? Köztük zavaros fejű nagynénik is. Bocsánat. Semmi kifogásom a nagynénik ellen, de némelyik elég idegesítő. Ó, hát eljöttek. Természetes. Nagyon jó, nagyon jó. A rendőrség jelen van. Meggyőződhet róla, mennyire megéri fiatal tehetségeket támogatni, és abban fáradhatatlannak lenni. Ez az ön nagy pillanata, Oszhaut asszony. Igen, ez az. A nagy igazság pillanata. Teltház lesz, ugye? Hogy van, Annabel? Milyen a hangulata? Nem tudom. De hát ez a legfontosabb most. Mindenkit érdekel. Kérlek, mutasd meg a helyünket. Ugye, megbocsátanak? Természetesen, Harry. Jöjjenek. A fiatal művésznőnek, tudod... Há, igen, értem. Van még egy kis idő. Igen, tessék. Jó estét. Jó estét. Nem tudom, emlékszik-e még, de tegnap már találkoztunk a Békés Alkonyházban, amikor megérkezett. Igen, emlékszem. Kérem, foglaljon helyet. Ó, köszönöm. Nos, kaptunk két tiszteletjegyet, és csak azt akartam mondani, hogy örülünk a mai estének. Maguk örülnek, én pedig nagyon izgulok. Semmi ok rá, hogy izguljon. Tegnap délben hallottam játszani. Tegnap délben? Igen, odakint voltunk, és véletlenül hallottuk. Szóval, ahogy maga játszik, semmi ok a szorongásra. Van bennem druk, de valószínűleg kell is. Bocsásson meg, milyen kapcsolata van a Békés Alkonyházzal? Igen, egy bizonyos Stanc úr révén ismerkedtem meg a Békés Alkonyházzal. Stanc? Hallottam már ezt a nevet. Oszhaut asszony említette. Azt hiszem, egy távoli rokona. Ismeri Oszhaut asszonyt? Igen. Sokat köszönhetek neki. Kár, hogy nem lehet itt ma este. De hiszen itt van. Oszhaut asszony. De hát ő beteg. Nincs is Münchenben. De épp az előbb láttam. Tessék? Oszhaut asszony nincs is oda bent. A hölgy ott a nagynénje mellett. Ő Éva Balotti, az egykori színésznő. Oszhaut asszonnyal. Beteg, nincs Münchenben. Na és a mi Oszhautunk? Az egy volt színésznő. Aki valamit eljátszott. És a többiek mind tudták. Várjunk egy pillanat. A lány említett valami Doderhalszt. Igen, ott tartózkodik, de ő nem tudja, hogy hol van. Doderhalszt. Hogy van Todd bajorul? Dod? Doderhaus. Totenhaus. Halottas ház. A feszület. Thank you.
hogy jönnek ahhoz, hogy a koncertet zavarják? Mit akarnak? Jöjjön kérem velünk. Magukkal? Hová? Jöjjön kérem. Van itt valami. Egy koporsó. És ki van benne? Oszhaupt asszony. Jó estét! Jó estét! Parancsoljon, azt mondjam. Köszönöm. Köszönöm, uram. Oszhaupt asszony volt az, aki Annabel tehetségében hitt, és anyagilag támogatta. Az ő támogatása nélkül Annabel nem tudta volna befejezni a tanulmányait. Annabel, volt pénzed? Nem. Nem, egy fillérje sem volt. Csak tehetsége. És micsoda tehetség. Ezt ismerte föl Oszhaupt asszony, és támogatta pénzzel. Magas nyugdíja volt, megengedhette magának, hogy áldozzon belőle. Mindig gyenge volt a szíve. Kapott egy infarktust. Nem engedte, hogy orvost hívjunk. Azt mondta, hogy ez a vég. Tudom, érzem, nem kell orvos. Igen, ezt mondta. Aztán tett nekünk egy javaslatot. Ha meghalok, akkor ne jelentsétek be a halálomat. Ti tudjátok, és senki más, és senki nem fog érdeklődni. Egyedülálló vagyok, teljesen egyedül. De így akkor kapom a nyugdíjamat tovább. Ti kapjátok, nem, Annabel kapja, hogy be tudja fejezni a tanulmányait, mert hiszek a tehetségében, és még soha nem tévedtem. Aztán meghalt. Mi nem jelentettük. Eltemettük őt. Mi? Mindnyájan együtt. Ünnepélyesen, megadva a végtisztességet. És a nyugdíját továbbra is felvettük. Annabel tanulmányait fizettük. Teljesítettük az utolsó kívánságát. Egy felhatalmazást. Nem felhatalmazást teljesítettek, törvényt sértettek. Mikor halt meg? Egy évvel ezelőtt. Minden jól ment. Igen. Még az örökség nem jött. És Tánc úr meg nem jelent. Akkor kezdődtek a nehézségek. És akkor jön a maga története. Igen. Igen, így van, most jön az enyém. Lehet, hogy nem fogják elhinni nekem. De fogalmam se volt. Azt, amit most hallanak, 3 napja tudtam meg. Akkor hallottam először. Teljesen tanácstalan voltam. Nem láttam semmi kiutat. Nem akartam cserben hagyni a nagynénémet, az idős embereket. Na jó, és akkor elhatároztam, találkozom Stanccal. Meg akartam őt győzni. Meg akartam mondani az igazat, reméltem tartja a száját. Végül úgyis ő örökölt volna. Maga beszélt meg találkozott Stanccal? Maga volt az? Igen, én. Tudja, mindent rosszul csináltam. De néha őrült nehéz elkerülni egy hibát, különösen, ha az ember ilyen szorult helyzetbe kerül. Jó. Elmentem a vendéglőhöz. Ott láttam, hogy valaki beszállt a kocsijába. Gondoltam, remek, elmegy, lesz parkolóhely. Az autó hirtelen elindult, nagy sebességgel, lámpa nélkül, még mondtam is magamban, hé, te vigyázz! Akkor még nem tudtam, hogy Stanc volt.
Az, akivel találkozni akartam. És ott feküdt holtan az utam. És most jön az én hibám, amit elkövettem. Láttam, ki volt az, aki Stancot elütötte. Ki volt az? A vendéglős felesége. Stengerné volt az. Ő ült a volánnál. Stengerné összeveszett a férjével. Ideges lett, bevágta magát a kocsiba, és elindult. Teljesen pánikba esett, amikor rádöbbent, hogy mi történt. Én aztán bementem Stengerhez, és megmondtam, hogy a felesége Beate volt az. Megismertem. De ő megkért, hogy ne beszéljek. Rimánkodott nekem. Így kutyaszorítóba kerültem. Mit tehettem volna? Igen. Így volt. Írta Herbert Reinecker. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Menszátor Magdolna, Zsurs Kati, Mózer Károly, Bókai Mária, Balsai Mónika, Kassai Ilona, Erdélyi Mari, Versényi László, Cserna Antal, Epres Attila, Fésűs Bea, Adorjáni Bálint, Posta Viktor. Zenéjét szerezte Frank Duval, fényképezte Rolf Kestl és Mihály Georg. Magyar szöveg Géci Vera, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna, hangmérnök és vágó Traub Gyula, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Rehoroszki Béla. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. Rendezte Helmut Eschli.